Barbikám, mosogass el! Száj, annyira utálok mosogatni. Viszont azon gondolkodtam mostanában, hogy kicsit kevesnem a zseppénzemet, és hogy nem lehetne picit így megemelni. Aha, értem. Szóval mosogatni nem szeretnél, de zseppénzt azt szeretnél, még többet. Hát ez nem így működik, Barbikám. Vagy menj el dolgozni és keresd pénzt, vagy legalább mosogass el. De anyu, most jön a nyár, a fesztivál szezon, és szeretnék egy kicsit bulizni, mert tudod jól, hogy milyen rohadék volt velem a bende. Amit mondtam, megmondtam. Ott a mosogatni való. Bratyó! Na? Nincsen kölcsön kis 2000 forintod. Hogy mi? Hát te vagy az, aki nekem tartozik, aztán te soha nem akartad visszaadni, vagy soha nem mondtad azt, hogy gyere menjünk el egy moziba, vagy gyere meghívlak pizzázni, vagy gyere együnk egy sztéket, vagy valami. Meg különben is. Minden pénzemet színes ceruzákra költöttem. Na visz le! Lányom! Gyere ide! Itt vagyok, apa. Menj le a boltba! Nagyon szívesen lemegyek, ha nyár végéig megtarthatom az összes visszajárót. Menj el dolgozni! Szia, Dominik! Csak azért hívlak, hogy... Háj, hallod, egyszerűen nem tudom, hogy a fenébe szerezzek nyárra munkát. Mert egyszerűen a szüleim nem akarnak egy fillért sem adni, és már tele van a hócipőm az, hogy állandóan üres a pénztárcám. És az a baj, hogy annyi fesztivál lesz nyáron, és annyira el szeretnék menni egy csomóra, mert most tudod, hát most vége van bendével, szingli vagyok azért, most már el kellene kezdenem élni. De tudom, hogy te nyáron majd mész dolgozni, hogy nincs valami ötleted, vagy valami. Nem, hát most érted, most anyuék semmit nem akarnak adni, meg minden bajuk van, és már annyira elegem van. Várjál! Hallod? Itt nézem fészen, itt a hírfolyamba kiadta ez a művészi iskola szövetkezet. Te erről hallottál? Hallod? Baromi jó melók vannak! Atyai, milyen jó órabérek! Ez nagyon jó! Azt hiszem, megoldódott a nyári pénz problémám. És a fesztivál probléma is. Bodony Barbara vagyok, és telefonon egyeztettünk egy személyes találkozót, hogy bejövök. Szia, szépen, Kriszti. Bodony Barbara. A call center-es munkáról lenne szó, ugye, meg recepciós munka. Igen, ezek érdekelnének. Rendben, amit tudni kell a munkáról, hogy azonnal kezdhető, tehát holnaptól már munkába is kellene állni. Uh-huh. Heti minimum 20 órában kellene tudni vállalni. Egyrészt a recepción is kellene segítkezni, tehát postafogadás, akkor az ügyfelek kultbeigazítása, postakezelés, másrészt pedig a call centernek is be kellene segíteni majd megbeszélés alapján. Itt viszont az ügyfeleket tájékoztatni kellett, illetve segítségnyújtás lenne még telefonon keresztül. Ami lényeges, ami még így akciónk most ebben a hónapban, illetve a következő hónapban, hogyha ledolgozol nálunk 50 munkaórát, akkor bruttó 2000 forintot jóváírunk még a fizetésre. Ha? Ezt nevezem. Jó, hosszú távú munkalehetőségről van egyébként szó. Első körben október végéig tudjuk megkötni a szerződést, és akkor utána tudunk
majd hosszabbítani. Uh-huh. Ami még jó ennél a cégnél, hogyha érdekel és tetszik a munka, akkor egyrészt ugye tapasztalatot is tudsz szerezni, a későbbi folyamán pedig tudnak majd foglalkoztatni, mint főállású munkatárs is, hogyha érdekel majd. Ez nagyon jól hangzik. Oké, és akkor már tudunk is kötni szerződést, holnap esetleg már tudsz is kezdeni a cégnél. Persze. Ugye megérte dolgozni? Abszolút! Egyébként a főnököm azt mondta, hogy annyira jó munkaerő voltam, hogyha végzek majd a sulival, akkor a tanulmányaimhoz illő szakmában kaphatok állást az egyik cégnél, ahol diákmunkásként dolgoztam.